Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, akik nézik ezt a műsort, azok bizonyára tudják, hogy meglehetősen tudatosan állítjuk össze a műsor szerkezetét. Viszont meg kell, hogy valljam, hogy ehhez a beszélgetéshez bizony kellett a szerencse is, mégpedig az én szerencsém természetesen, hiszen idős Major István Bajár barátom hívott egyszer telefonon valamelyik este, és elmondta, ugye a Herman László Kamarazenekar karnagya, ismerjük mindnyájan, nagyszerű pályafutását, és hogy egy hírről számolt be, miszerint az ő unokája, Borka Gyula, aki 16 esztendős, egy országos programozás és gépkezelési szakmai versenyen nagyszerű sikert ért el Székesfehérvárnak. Hogy miért is fontos ez? Azért, mert a mindössze 16 esztendős fiatal egy olyan versenyen indult, amelynek egyik oldalról nagyon nagy hagyománya van, másik oldalról sokkal idősebbek között mérettette meg magát, és jutott el erre a rangos helyre. Harmadrészt pedig számtalanszor beszélgetünk arról, hogy Székesfehérvár immár a gazdaságvárosa is az egyik legfejlettebb Székesfehérvár és agglomerációs övezete, és bizony jó érzést tudni és beszámolni arról, hogy vannak fiatalok, akik ezt majd tovább fejlesztik, és valóban Győr mellett az egyik ipari főváros lehet Székesfehérvár, hiszen már, ha úgy tetszik, ma is az. Ezért aztán vendégem tehát Borka Gyula, a Széchenyi Műszaki Szakgimnázium 10. évfolyamos tanulója. Szervusz! Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt vagy velünk. No, azt még hozzá kell, hogy fűzzük, hogy Borka Gyula annak a Borka Gyulának a fia, aki sajnos 2015 óta már nem lehet velünk, és aki a hosszú éveken keresztül képviselte a fémipari szakmát Székesfehérváron, illetve Fejér megyében, akár mondhatom azt, hogy Magyarországon is, hiszen az Országos Fémipari Ipartestület alelnöke volt az Európai Metál Unióban, és azt hiszem, hogy ez az indítatás fontos számunkra, és gondolom, hogy néz ő téged fentről, hiszen azt hiszem, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy ő indított el ez a pályán. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy szinte bizonyos, aki egy ilyen szintet elér, az már egészen kiskorától érdeklődik a gépészet iránt. Veled hogy történt? Igen, nagyon kiskorom óta érdekelt ez a szakma. Igazából olyan 2-3 éves koromtól kezdve, ahogy már tudtam járni, úgy édesapámnak a piros 2-es golfjába ülve jártuk az országot, a különböző cégekhez mentünk, és többek között Németországba is mentünk, és hát engem mindig nagyon izgatott ez a téma. Komolyan, tehát mindig is bütyköltem valamit a édesapám műhelyébe, de úgy komolyabb gép mellé, hát nem nagyon engedett, amikor még nagyon kicsi voltam, mert nem voltam hozzá elég magas. És 10,5 éves koromban jött el az a pillanat, amikor azt mondta, hogy most már megengedi, hogy odaállhatok a gép mellé, és akkor kezdtem el komolyabban forgácsolni. Ez a Borka nagypapa által gyártott Rudágyas kis esztergán történt meg az első forgácsolásom. Hát ez egy nagy álom volt, hogy elkezdhessek ilyen gépeken dolgozni. És hát édesapámtól igazából a hagyományos gépeknek a kezelését sajátítottam el. És igazából a cégünkben az embereinktől tanultam a további szakmának a finomságait, hiszen édesapám ugye cégvezető volt, és így nem volt olyan nagyon sok ideje ezzel foglalkozni. Mindig úgy állított oda egy új gép mellé, amit mondjuk az egyik emberünk
tanított nekem, hogy ezt a kisfiút tanítsa, vagy vegye kezelésbe, és hát ez mindenkit mindig megmosolyogtatott. Tehát szorgalmas voltál, hiszen a családi tradíció is ezek szerint megkövetelte, nagyapád, édesapád, és aztán jöttél te. De mi mindent lehetett megtanulni, hogy szabadidődben, akkor jószerivel ugye legtöbbnyire ezzel foglalkoztál. Tehát a gyakorlat teszi a mestert, mondom én. Igen, hát igazából majdnem minden szabadidőmet a műhelyben töltöttem, mert hát ezt sokan nem nézték jó szemmel, mert hát ugye hát kisgyerekként ugye azt mondták, hogy nekem nem a műhelyben van a helyem, de hát én nagyon akaratos voltam, és én nagyon szerettem ezt csinálni. Igazából senki nem erőltette ezt az egészet. Én ezt csak saját akaratból. Mindig kitűztél egy célt magad elé? Igen, mert mindig, tehát mindig a technológiáknak, tehát minél komolyabb technológiát akartam elsajátítani, és édesapám mindig azt tanította, hogy akkor érhetünk el boldogan egy célt, hogyha fokozatosak vagyunk, nem akarunk egyszerre mindent. És ezáltal kis lépésekben, de mindig volt egy cél, hogy először ugye hagyományos gépek, aztán utána komolyabb hagyományos gépek, és utána jött a CNC, és hát azt már az embereink tanították nekem. Tehát a technológiát megtanultad A-tól Z-ig, ha úgy tetszik. És amikor pályaválasztásra került a sor, szinte biztos vagyok benne, hogy egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy a Széchenyibe jelentkezel. Így volt? Nem volt kérdés. Igazából általános iskolában a tanáraim sem nagyon kérdőjelezték meg, hogy nekem hova kell mennem, mert egyértelmű volt. Tehát érdekes a családod ebben az értelemben, hiszen a másik oldalról a nagyapád családja a zene, hiszen idősebb Major István is, Major István, de sok mindenki a zenével, tehát a humán érdeklődés mellett éli le az életét, nagyszerűen egyébként, hiszen eredményesen, és akkor itt vagy te, aki a reáltudományok felé orientálódtál. Egyébként a matek, fizika, ezek a tárgyak a kedvenceid egyébként is? Igen. Ezek azok a tantárgyak közé tartozik, amikor valamit esetleg nem értek, akkor addig nem nagyon nyugszok meg, amíg nem értem meg azt az adott problémát. Tehát egyenes utad volt a Széchenyibe, ez nyilvánvaló. Viszont mi mindent tudtak neked kiegészítésül megtanítani, hiszen azért te már az alapvetéseket hellyel közzel tudtad. Nyilvánvaló, hogy a szaktárgyak az azért kicsit más, de mennyit segített az előéleted abban, hogy az iskolában is ezt tud hasznosítani? Nagyon sokat, mert hogy volt egy tudás halmaz, amit igazából itt a Széchenyiben kicsit összegyúrtak, összeraktak, fényesítettek rajta, mert és sokkal inkább a szakmaiasabbá tették. Tehát a konyha nyelvet azt kiirtották ebből a részből, és ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Szerintem. Mit szóltak a társaid? Kezdjük a társaid és a tanáraid, de először a társaid, hogy ott van velük, hogy szevasz Gyula, barátom, és akkor te bizonyos dolgokról sokkal, de sokkal többet tudsz. Az biztos, hogy nyilván segítetted is őket egyik oldalról, a másik, mert hogy mindig van egy húzóerő a fiatalok között. Tehát jó volt, hogy ez így alakult? Hát ez szerintem nagyon jó volt, és nagyon nagy élmény, hogy ez így alakult, mert teljesen más, hogy néznek. És a pedagógusok? Hiszen a szaktárgyak tanítói azt hiszem, hogy kifejezetten örülnek, de néha azért kétségeik vannak, hogy jó-e, ha van
egy olyan diák, aki ennyivel jobban foglalkozik azzal a tárggyal, illetve azzal a dologgal, amit majd neki majd sokkal később kéne megtanulnia. Ez vegyes dolog, mert ez tanártól függ, de a nagy részük az nagyon örül neki. És mit tesz hozzá az iskola a gyakorlati szempontból a te eddigi tanulmányaidhoz, amit otthon megtanultál, amit nyilván folytatsz? Hát az iskolában az elméleti részt tette hozzá az iskola, mert nekem főleg gyakorlati tapasztalataim voltak, és ezt az iskola vegyítette össze az elmélettel, és ez nagy kapukat nyitott meg, mert így a gyakorlatból tudtam meríteni az elmélethez. Nyilvánvaló. Hogy néz ki egy napod? Hát igazából bemegyek az iskolába, és hát lemennek a tanórák, és utána lehetőségeim szerint, attól függ, hogy mennyi tanulni való van, a műhelyben töltöm a szabadidőmet. Van egyébként más szabadidős tevékenységed? Van, de hát azért a legtöbb időt azt a műhely tölti ki. Mikor, egyébként milyen tanuló vagy? Olyan jó, közepes. Ez jó. Tökéletes, hiszen ha valaki egy valamiben kiemelkedő, az már azt hiszem a 21. században jó. Ha viszont a beszélgetésünk elejéről még lenne egy kérdésem, hiszen ugye beszélted, hogy a hagyományos gépkezési rendszereket, illetve gépeket ismerted meg először, és utána jött a 21. század technikája. Óriási a különbség a kettő között? Igen, nagyon nagy. Főleg ez egy hatalmas minőségi szintváltás. Mert vannak olyan dolgok, amiket hagyományos gépeken nem lehet elérni. Pontossági szintek. Értem. Viszont a hagyományos tudásra még szükség van. Tehát nyilván úgy lehet felépíteni egy következő gépészmérnököt, ami majd te is leszel nyilvánvaló, hogy azért azzal tisztában van, hogy milyen volt a múlt, hogy lehessen fejlődni. Egyébként mennyit változott a 21. században ez a rendszer, amiről mi azért köznapi emberek nyilván keveset tudunk? Tehát a Magyarországon ideje korán megjelent a csúcs technológia? Nem, annyira nem, de szerintem nem vagyunk lemaradva. Mert gondolom, hogy neked van összehasonlítási alapod a nyugati cégek, miként használják ezt a 21. századi technológiát. Hát van különbség, de ez cégektől függ, mert Magyarországon is vannak nyilván olyan cégek, akik a nyugati technikát jobban és hát sokkal többet tudják használni. No, akkor beszéljünk erről az országos versenyről, de először ismerjük meg, hogy a köznapi ember is ismeri, hogy mit jelent a CNC. Hát a CNC az számítógépvezérelt gépet jelent. És itt van egy olyan, hogy ugye ez országos volt, és programozási és gépkezelési, tehát nyilván, hogy ez a komplex feladat és teljességét kíván. Mikor ismerkedtél meg a feltételekkel, és honnét jött a gondolat, hiszen én olvasom itt, hogy ezen a versenyen általában olyanok indulnak, akik már a mestervizsgájukra készülnek, már a felsőfokú tanulmányaikat végzik, vagy már elvégezték, tehát azt mondom, hogy 20 esztendő körüliek az átlag életkor, és ha itt van egy kisrác, 15 éves, 16 esztendős, és belevág ebbe. Honnét jött a gondolat? Igazából ez az ötlet, ez Lőrinc László műhelyvezető szakoktató tanárnak a
az érdeme, mert ő ajánlotta föl, hogy próbáljam ki magam, mert ő úgy látja, hogy nekem van ott helyem. De elsősorban nem azért, nem helyezésért ment a verseny, csak hogy tapasztalatot szerezzek az ilyen versenyekről. És milyen volt a felkészülés? Hogy készültetek? Hát olyan nagyon sok idő nem volt, mert későn kaptuk, és későn kaptam meg az információt, hogy van ez a verseny. És tehát ugye én olvasom, hogy 160 jelentkező volt, ami azt jelenti, hogy nyilván volt egy megmérettetés előtte, hogy ki az, aki a döntőben képviselheti magát, hiszen 20 résztvevő került be a döntőbe. Milyen volt az előcsatározás, arról beszéljünk. Nehéz volt, és nagyon sokoldalúnak kellett lenni ezen a szakmán belül, ugyanis nem csak a CNC programozást, hanem az alapvető szakmai tudást is meg kellett mutatni. Tehát ezt mind tudtad, nehéz volt egyébként a döntőbe jutni? Nehéz volt. Önmagadhoz képest, vagy úgy általában? Szerintem... Mert bejutottál, tehát önmagadhoz képest remekül teljesítettél nyilván. Szerintem általában is ez egy tehát komoly és nehéz elődöntő is volt. Tehát gondolom, hogy a jövőképedben szerepel, hogy az ilyen megmérettetések még tovább repítenek. Tehát ez megerősít. Igen. A pedagógusokat, a családodat és téged magad is. Milyen volt maga a döntő? Tehát megjelenik 20 fiatal, és ott van előttük egy programozási, gépkezelési feladat, ami azt hiszem, hogy az már egészen felsőfokot képvisel. Ez egy nagyon, nagyon precízen megrendezett verseny volt. Nem nagyon volt benne fennakadás. Igazából hát egy ilyen hát úgy volt, hogy a feladatot át kellett gondolni, és annak megfelelően mérlegelni kellett, hogy milyen megoldásokat alkalmazunk, és hát ez mindenki saját magán múlott, hogy ki hozza a többiekhez képest a legjobb megoldást. De nehéz verseny volt úgy önmagához, már mint önmagadhoz mérten? Tehát találkoztál már hasonló feladatokkal? Igen, találkoztam hasonló feladatokkal, de ezek hát sokkal jobban meg voltak nehezítve, mint például ilyen mérethiányos rajzok voltak, és abból kellett különböző matematikai feladatokkal kiszámolni azt, hogy a kiadódó méretek azok mik lehetnek, és ezek az általános szakmai életben nem nagyon jelennek meg. Világos, tehát a napi gyakorlatban ezek nem jelennek meg. Ez inkább a tervezők feladata ebben az értelemben. Közben megmutatom a képernyőnek, ugye ez a külön díj, kérem szépen. Budapesten volt a verseny március 21-től 23-áig, és megmutatom az oklevelet is, mint a legfiatalabb. Ugye a külön díj az azt hiszem, hogy méltó, ez pedig a 12. helyezés, ami egy gyönyörűséges, aláírta Harmati István, a versenybizottság elnöke, tehát az NCT Akadémia operatív igazgatója, illetve Apostol Attila. Én azt gondolom, hogy ha itt nézzük a felsorolást, hogy ki mindenki támogatta ezt az eseményt, az biztos, hogy ők fontosnak vélik, hiszen ez a jövő útja. Apropó, milyen jövőt gondoltál magadnak, hiszen én azt gondolom, hogy itt a helyed, tehát ebben a szakmában, hiszen a felső fok már most megvan neked, ezt csak tovább lehet vinni. Tehát most másodikas vagy, ugye? Igen. Még másodikas vagy. Érettségi előtt állsz, melyik egyetem választ téged? Szerintem nem is azt kell kérdezni, hogy te hova szeretnél menni, hanem biztos, hogy az egyetemek majd kapkodnak. Gondolkodtam ezen? Én a Budapesti Műszaki Egyetemre szeretnék jelentkezni.
majd, és az ott szeretnék tanulni, mert úgy gondolom, hogy Magyarországnak az egyik legkomolyabb egyeteme, és ott szeretnék minél több tudást összeszedni. Tehát ez lesz a jövőd mindenképpen. És mit szólt a családod és az iskolád ehhez az eredményhez? Nagyon örültek, és gratuláltak. Ilyenkor kijár az örömóda, gondolom, és hát a gratuláció is. Nos, hát én azt gondolom, hogy ez a jövő útja mindenféle értelemben és módon, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és azt kívánom, hogy a további eredményedről, nincs kétségem felőle, hogy így lesz eredményeidről is beszámolhassunk, hiszen ez egy csoda, és ilyenkor azért jó szerintem Széchenyisnek lenni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Borka Gyula volt a vendégem, egy ifjú Széchenyi szakközépiska, szakgimnáziumos másodéves diák, aki egy országos CNC programozó és képkezelői szakmai versenyen fiatal kora ellenére döntőbe jutott, és öregvítette iskolája, ő saját, és természetesen Székesfehérvár jór hírnevét is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!